Játékos foglalkozás keretében bizonyították a gyerekek, hogy mennyire mozognak otthonosan a vízben. A sátoraljógújhelyi óvodások heti rendszerességgel járnak a városi úszodába, hogy elsajátítsák az úszás alapjait. Az óvodások úszás oktatását már egész pici korban elkezdik, hiszen az egészséges életmódra való nevelés alapja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a vízzel. A Hét Színvirág és a Partizán úti intézményekbe járó kicsik számára az óvodapedagógusok most versenyt is meghirdettek. A mai napnak az apropója a támokos pályázat, ami lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy a gyerekek rendszeres testmozgását finanszírozzuk, jobban mondva elősegítsük ezzel a pályázattal. A mai napon a gyerekek megmutatják, hogy melyek azok a momentumok, amelyeket megtanultak ahhoz, hogy a későbbiek folyamán biztonsággal tudjanak a vízben mozogni, így például a csiklás, a víz alá bukás, tehát ezek a gyerekek már a későbbiek folyamán az iskolai életükben már nagyon szépen és nagyon eredményesen fognak tudni úszni. Az óvónők elsődleges feladata a gyerekek vízhez szoktatása. Miután a kicsik nem egyformák, ez sokszor hosszadalmas folyamat. Amikor ez már megtörtént, és a kicsik szívesen bemennek a vízbe, megkezdődnek a játékos foglalkozások, úszódeszka, labda segítségével megtanulják a siklást, vízalábukást. Megvan az vízhez szoktatásnak a sajátos folyamata. Ezt én ötvözöm a saját módszereimmel, amit a hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika lehetővé tesz. Ezek olyan módszerek, aminek a legfontosabb része a játékosság. A gyerekek észrevétlenül szokják meg a vizet, és nagyon nagy élvezet számukra a vízben való játék. A játék után pedig becsempészem a feladatokat, és a feladatok során egy fél év alatt el tudják sajátítani a gyerekek a úszás előkészítő gyakorlatokat, majd egy-két hét után már az úszást is. Az úszóovi úszóversenyen mindkét óvoda gyerekei eredményesen szerepeltek, ezért a jó teljesítményért járó sellegett közösen vehették át, emellett minden kicsi oklevelet is kapott a megmérettetésen nyújtott teljesítményért.